Ismét Böllérfesztivál lesz Kistalcsán. Idén február 1-én a Kistalcsai uszoda melletti területen rendezik meg a viadalt, ahol a zsűri tagjai árgus szemekkel figyelik majd, hogy a legfeljebb 6 fő csapatok betartják-e a szabályokat. Szúrás, perzselés, hurka, kolbász készítése is szerepel a feladatok között. A Magyar Kultúra Napját ünnepelték meg Mogyoródon január 19-én. A rendezvényen adták át a Juhász Jácint emlékdíjakat. Herman Katalina, Mogyoródi Művelési Ház igazgatója beszédében utalt arra, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be a himnusz megírását. Az Épített Környezetünk Csodái címet viselő fotókiállítást január 19-én nyitották meg Mogyoródon, a Művöldési Házban. A díjkiosztó is aznap volt. Immáron hagyomány, hogy fotópályázatot hirdetnek Mogyoródon, ez már a 6. alkalom volt.